Na helyá, Frankon beállítottam a kamerát, nem itt, hanem ott, az ajtó előtt. Hát nem betámadott a két macska, úgy meg hogyan lehet videózni. Na, de amiért én jelentkezek. Srácok, én nagy dilemmába vagyok most. Ugye annó, 2016-ban, mindegy, az lényegtelen. Volt egy olyan gondolatom, hogy van ez a csatornám, ami a Mr. Gyarmati. És nem akartam a vlogokat a gameplayekkel keverni. Ezért én létrehoztam egy másik csatornát, ami indult Aljas Gameplay néven. Na most ugye az a csatorna az jelen pillanatban Aljas Hubert néven megy, mivel a gameplayek kicsit alább hagytak, és hát most jelenleg ugye speed modeling van rajta, illetve Unity tutorial videók, és elvétve, hogyha úgy alakul, akkor van egy-kettő gameplay is. Továbbá, hát azt ugye észrevehettétek, hogy hát sajnos ezen a csatornán újabban nagyon-nagyon kevés a tartalom. Tény, hogy úgy néz ki a dolog, hogy ez októbertől változni fog. De hát most ugye van két csatorna, ami azt jelenti, hogy két felé kell figyelni csak ezen a téren. És hát ugye azon dilemmázok, hogy most mi lenne a megoldás. Vigyem tovább így, hogy megpróbálok ide is kicsit sűrűbben jelentkezni. Aztán egy cross-promót csinálok minden videóba majd, azt még kitalálom, ha emellett döntök, hogy itt elmondom, hogy gyertek oda, ott elmondom, hogy jöjjenek ide, akit ez a tartalom érdekel, akit az a tartalom érdekel, vagy az egyiket el kell hagynom. Nem tudom. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit csinálnátok, mit gondoltok, mi lenne a legjobb megoldás. Sajnos olyan opció nincsen, hogy migrálom a kettőt. Tehát a kettőből csinálok egyet. Megfordult olyan is a fejembe, hogy ne az legyen, hogy szivatom az egyik másik izét, tehát nem tudom. Tehát, hogy ne az legyen, hogy most ezt a bandát hagyom cserben, azt a bandát hagyom cserben, hogy akkor legyen egálba, és akkor ennél a kettőnél húzok egy vonalat, hogy elérhetők maradnak a videók, de hát az se a legjobb megoldás, és akkor egy nagy végleges globális csatornát hozok létre. Valószínűleg ugye pont ez a izé, hogy én azon gondolkoztam, hogy mindenképpen, hogyha egy csatorna maradna, akkor azt ugye a Mr. Gyarmati néven vinném tovább, ugyanis ez volt az első. A jó távoli magyar néven futott a dolog egy jó darabig. Várjatok, mi is volt ennek a csatornának az első neve? Aljas valami, nem? Simán Aljas. Vagy ez volt az Aljas Hubert egybe? Egybeírva Aljas Hubert volt, ja. Hát szóval, mindegy is. Arra lennék kíváncsi, hogy ti milyen megoldással lépnétek elő egy ilyennel kapcsolatban. Cross promo, vagy menjünk át az egyikre, és akkor folytassuk ott, mert tulajdonképpen ugye akkor folyamatosan lenne tartalom, mert hogyha vlog van, akkor vlog, ha oktató videó, akkor oktató videó, ha gameplay, gameplay, ezek mind frankon playlistbe rendezve, ugye sorozatoknak megfelelően, Unity alapok,
Unity játékmechanikák, aztán későbbiekben ugye például fejlesztünk egy Battle Royale game-et Unity-be, fejlesztünk egy Survivor game-et Unity-be, fejlesztünk egy 2D-s platformer játékot, stb. Ezek csak így példaként. Tehát, hogy ez így lenne, és akkor Blender speed modeling, aztán Blender oktató videó, vlog videó, aztán, hogyha így bejönnének, akkor ugye bringás videók, ha végre sikerülne ugye azt is újra elkezdeni. Tehát van ez az opció, van az az opció, hogy ismétlem magam, tudom, hogy keresztbe promózok, de most tényleg, srácok, akkora káosz van a fejembe, olyan zaj, hogy nem tudom, lehet, hogy az kellene tényleg, hogy fogom magam, minden elektronikát, mindent hagyok a francba egy-két napra, aztán kiülök valahova, itt elég szép erdős a terület, beülni az erdő közepére, és akkor egy úsza, szépen kiüríteni a fejemet, átgondolni, hogy mit is akarok, hogyan akarok tovább, mert ez így bizony egy kicsit komplikált. Ide is figyelni, oda is figyelni, meg még ezen kívül ugye vannak a projektek, meg vannak tervben dolgok, amiről még egyelőre nem szeretnék beszélni, de mindenképpen foglak tájékoztatni titeket. Aztán így ez van, amikor ugye az ember csak leül, és akkor mondja, de nincsen megtervezve, hogy miről is akar beszélni, illetve nincsen nagyjából vázlatosan leírva. Na, ez a másik, amin változtatni akarok, hogy a műsorszerű videókat, mint ugye az oktató videók, azokat meg kell szerkesztenem. Tehát kell egy vázlatos izé, hogy ebben a részben erről beszélünk, hogy ne legyen az a száraz anyag. Ugye egyelőre arra összpontosítottam, hogy igyekezzek érthetően elmagyarázni, hogy bárki, de tényleg bárki megértse azt, hogy mégis miről van szó, illetve hogy az az adott dolog az hogyan működik, miért úgy kell csinálni. Ez nekem már nagyon régi elgondolásom volt, még Sihedár koromban, amikor webfejlesztős PHP-s tutoriálokon gondolkoztam, blog formájában ugye, mert akkor még az volt elérhető, akkor ott is gyönyörűen képpel illusztrálva, nyilakkal, hogy itt ez ide megy, ott az oda megy, ez ezt csinálja, azt csinálja, tehát hogy tényleg az legyen, hogy ne maradjon nyitott kérdés senkivel, aki azokat az oktató anyagokat olvassa, nézi, amiket én csinálok, mert ismerem magamat, és tudom, hogy én is úgy tudom a legjobban memorizálni a dolgokat, hogyha látom és átlátom, mi hogyan működik. Mert az egy dolog, hogy tudom, hogy így kell csinálni, de miért kell úgy csinálni. Gyerekkoromban is az a típusú ember voltam, aki azt mondta, hogy én értem, hogy villámlik, de az hogyan működik, és az miért úgy, meg különben is, merre, hány méter. Szóval igen. Várom a kommentbe az észrevételeiteket, javaslataitokat, hogy ti mit gondoltok, melyik lenne a legjobb opció, ti hogy csinálnátok, és akkor én meg igyekszek minél hamarabb újra jelentkezni. Meglátjuk, hogy a továbbiakban hogyan fogunk tovább menni. Addig is legyetek jók és szobatiszták, én Aljas voltam, illetve Mr. Gyarmati. Tra!